Fokozatosan újra elérhető lesz az egészségügyi szakellátás. Újraindultak az oktatások és vizsgáztatások az autós iskolákban. Megkezdték a nyári felkészülést a jégkorongosok. Köszöntöm nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják, ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Mára már látszik, hogy az egészségügyi intézmények az idős otthonok mellett a legveszélyeztetettebb területek fertőződés szempontjából. Ennek megfelelően a Szent Pantaleon kórház dolgozói minden nap helytállnak a megelőzés érdekében. Központi rendelkezések alapján május 4-e óta az egészségügyi szakellátás rendkívül körültekintően, szabályozottan és fokozatosan újra elérhető. Az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésével a Szent Pantaleon kórház egész ellátórendszere, beleértve a rendelőintézet működését is, átállt járványügyi üzemmódba a központi utasításoknak megfelelően. A sürgősségi ellátások fenntartása mellett a halasztható vizsgálatokat, beavatkozásokat átmenetileg szüneteltették, melynek elsődleges célja a járványügyi kapacitás biztosítása volt, ide értve az ellátó személyzet fertőződési kockázatainak csökkentését is. A megelőző intézkedésekről dr. Mészáros Lajos főigazgató beszélt. Ez volt a legfontosabb, hogy elkülönített betegutakon jöjjenek a COVID gyanús és a nem COVID gyanús sürgősségi esetek a kórházba. Ezt azért fontos megtenni, mert a legnagyobb veszélyben az egészségügyi dolgozók vannak egy ilyen esetben, hiszen ők találkoznak a fertőzött és a gyanús betegekkel, és az ő kiesésük pedig katasztrofális helyzetet jelenthetett volna az ellátásban. Ez hála Istennek Dunaújvárosban nem történt meg. Ezért tartottam fontosnak, hogy a dolgozók körében már az első naptól kezdve a maszkviselés kötelező volt. Elkülönítettük, sátorban szűrtük a gyanús eseteket, és onnan irányítottuk a megfelelő utakra. A járóbeteg ellátást a kórházból teljes egészében áttereltük a rendelőintézetbe, és így sikerült olyan izolált körülményeket létrehoznunk, amik egy járvány kezelésénél szükségesek. Május 4-ét követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma utasítása alapján a COVID-19 átvitel szempontjából alacsonyabb kockázatot jelentő, egyben a beteg egészségi állapota szempontjából sürgősebb beavatkozásokat kell a kórházaknak fokozatosan visszavezetniük. Az egynapos sebészetet el lehetett indítani, meg a szakrendeléseket is, tehát a tervezett ellátások közül ezt a két ellátási formát lehetett újraindítani. A COVID ágyakat és az intenzíves ágyakat még nem szabadították fel, tehát a tervezett kórházi befekvésekre még nincs meg a zöld lámpa, de a szakrendeléseinket fokozatosan újraindítjuk. Itt nagyon fontos, hogy kizárólag telefonegyeztetést követően, hiszen azokat az eseteket, amiket a telefonon le lehet rendezni, azt telefonon kell megoldani, és csak ahol feltétlenül szükséges a személyes találkozás, ott hívjuk be a beteget, illetve direktben lehet hozzá, hogyha a telefon egyeztetés alapján úgy látszik, direktben lehet hozzájuk mentőt hívni és direktbe befektetni kórházba. Az egynapos sebészeti eseteknél vannak úgynevezett rizikós esetek, ahol nagy a fertőzés átvitelének a kockázata, meg vannak a nem rizikós esetek, és a rizikós eseteknél előzetesen el kell végeznünk a COVID szűrést, aminek 4 napon belülinek kell lenni. Dr. Mészáros Lajos hozzátette, az óv intézkedések mellett szükségessé vált az intenzív ágyak felszabadítása és kiterjesztése, emellett egész szárnyakat kellett átalakítani annak érdekében, hogy az esetlegesen lélegeztetésre szoruló betegeket megfelelően ellássák. A koronavírus járvány miatt március 19-től a vezetői vizsgák is leálltak, ezáltal szinte egy időben az oktatásokat is felfüggesztették. Május 6-ától azonban a szigorú szabályokat betartva vidéken újraindult a tanulók oktatása és vizsgáztatásuk is. Május 6-ától Budapest és Pest megye kivételével újraindították az országban a vizsgákat és utánképzéseket a tanulóvezetők számára. A vizsgán való részvétel feltétele a védőfelszerelés, azaz maszk és kesztyű viselése, tájékoztatta stábunkat Hambalkó János. Március 19-től leálltak a vizsgák.
azzal szinte párhuzamosan az oktatás is, hiszen a kettő nagyon összefüggésben van, hiszen valamennyire az életre is, de azért a vizsgákra készítjük fel a tanulókat, tehát úgy nem tudunk felkészíteni tanulókat, hogyha nem tudunk vizsgai időpontokat, vizsgákra bejelentéseket. Tehát március 19-e körül leálltunk, ugye volt egy ilyen másfél hónapos otthonlét, ez természetesen bevételkiesést jelentett az oktatóknak, át kellett vészelnünk, tanulóknak talán azért volt rossz, mert volt, aki előtte nap tudta meg, hogy nem lesz megtartva a vizsgája, tehát nagyon sok ilyen félbeszakadt vizsga volt, akik egy-két nappal előtte tudták meg, hogy nem történik meg a vizsgájuk. Szerencsére most az ITM, tehát az Információs és Technológiai Minisztérium május 4-től megengedte az oktatást, majd 6-ától a vizsgaszervezést, és május 11-től elindultak a vizsgák a valóságban is. Azt is megtudtuk, milyen szankciókat kell betartaniuk a vizsgázóknak. Az elméleti oktatásban a változás az azt jelentette, hogy 10 fő lehet maximum egyszer egy helységben, ugye másfél méteres távolságot meg kell tartanunk, a rendszeres fertőtlenítést. Erre is azért van igény még most jelen pillanatban is, hogy beindultak a kategóriás vizsgák, de már az utóbbi időszakban az e-learning képzéseké volt a főszerep, ez most természetesen még jobban ebbe az irányba tolta el az oktatást, tehát az azt jelenti, ugye, mint a home office, hogy otthonról készülnek fel a tanulók, és amikor készen vannak, akkor ezt elküldik az autós iskolába, hogy megtörtént az oktatásuk otthon a számítógép előtt, és akkor lejelentjük őket vizsgára. Majd a gyakorlati képzésről annyit még, ami a változás volt, hogy az autóban természetesen a maszk viselése kötelező mindkettőnek, az oktatónak is, tanulónak is, gumikesztyű használata is, mindenképpen szeretnénk, ha hoznának tollat magukkal, tehát saját tollal írjanak alá. Ha lehetőség van rá, akkor a kabátokat is, mindenféle személyes holmit hátrapakolunk a csomagtartóba az átfertőződés miatt. Nagyon sok szellőztetést végzünk, tényleg tartjuk az időpontokat, utána pedig egy kis szünetet. Május elejétől tehát a tanulók folytathatják a tanfolyamokat, és szigorú szabályok mellett, de most már vizsgázhatnak is. Elmaradt a szociális osztályon a személyes ügyfélfogadás május 13-án szerdán. A pótlásról május 18-án hétfőn 8 és 12 óra között gondoskodnak a munkatársak a B-épület földszín 14-es irodájában. Az ügyintézők csak azokat az ügyfeleket fogadják, akiknek ügyét nem lehet telefonon vagy elektronikus úton elintézni. Az épületben ügyfél csak az ügyintézés ideje alatt tartózkodhat, ezt megelőzően a Városháza téren kell várakozni. A dunaújvárosi felnőtt jégkorongozók május 4-én, míg az acélbikák utánpótlása május 6-án vágott neki a szokásos nyári felkészülésnek. A részletekről Azari Zsolt csapatkapitánnyal beszélgettünk. Ugyan a jégkorong szezon csak ősszel veszi kezdetét, ez nem jelenti azt, hogy a hokisok munkanélkül tengetnék mindennapjaikat a jeges edzések megkezdéséig. A tavasz vége, nyár eleje ugyanis rendkívül fontos időszaka a felkészülésnek, nincs ez másként a dunaújvárosi acélbikák jégkorongozóinál sem, akik már előző héten nekivágtak a közös munkának, hogy a lehető legjobb alapokra építve folytathassák majd a későbbi jeges edzéseket, árulta el ifja Bazari Zsolt, a DAB felnőtt csapatának kapitánya. Most azok a játékosok edzenek együtt, akik dunaújvárosiak, és itt ugye ők itt élnek a városba, mert most nincs lehetőség a klubnak, hogy akik nem itt játszanak, fiatalok, de számítunk rájuk, jövőre őket is ide hozza, és itt együtt edzünk. Ők továbbra is az otthoni munkát csinálják, az egyéni felkészülést. Mi viszont egy körülbelül 10 fő nekiálltunk dolgozni, 12 hetes programot tervezünk, július 26-ai héten lesz ennek a programnak vége, és utána meglátjuk, hogy mikor kezdődik a jeges felkészülés, mert most valahogy úgy érezzük, hogy úgy tervezünk, hogy eddig augusztus elsői kezdés az elég irreálisnak tűnik. Az utánpótlás csapatok helyzetéről is kérdeztük a játékost. Az utánpótlás edzőink kiválóan felkészültek, és kiváló programokat írtak a gyerekeknek. Szerintünk már a szülők jelezték, hogy a gyerekeknél lesz egy kis program, hogy régen találkoztunk, úgyhogy az első edzéseken valószínű sok lesz a mondani való. De azon kívül izgatottan várja már az egész szakosztály, hogy mindenki belecsapjon a szokásos nyári munkába egyébként, mert itt az égkoromban az a nyári rész, ez egy elég fontos szakasz. Itt nagyon sokat kell dolgozni és fejleszteni magad, hogy
jobb legyél a következő szezonban. A DAB csapatának elsődleges célja természetesen az, hogy a lehető legjobb kondícióban kezdhessék majd el a következő szezont. Híradónk végére értünk, a DSTV munkatársai nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A dstv.hu weboldalon újra megtekinthetik műsorainkat. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!